Győri diákok kíséretében érkezett meg a Versvándor a Kazinci gimnáziumhoz. Tóth Péter Lóránt augusztus végén indult el Borból, az egykori munkatáborból, ahol Radnóti Miklós is raboskodott. Az elmúlt hetekben tragikus utat bejárt férfit a költő Sem emlék, sem varázslat című költeményével fogadták a kazincisok. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő kevés szavú alázat. Tóth Péter Lóránt útja során 3 országot és 100 települést érintett, 30 helyen tartott előadást. Győrben a tanulóknak az elmúlt hetek megpróbáltatásairól és szépségeiről is mesélt, de elmondta azt is, hogy egykori irodalomtanára adta kezébe a költő utolsó verseit tartalmazó borinoteszt, ami inspirálta arra, hogy végigjárja az erőltetett menet stációit. És amikor először belenéztünk, akkor én megdöbbenve néztem és láttam azt, hogy igen, itt vannak ezek a versek, el van mosódva, a felét nem lehet elolvasni, át van húzva, és ugye amikor a tanár úr elmesélte, hogy Radnóti Miklós költő milyen körülmények között írta ezeket a verseket, és hogy egyáltalán ez annak az embernek, akit lelőttek Abdán, benne voltak a kabátjának a belső zsebébe, és tulajdonképpen a sírból jött vissza ez a verses kötet, hogy üzenjen nekünk itt a mába, akkor engem ez a történet nagyon meghatott, és gyerekként persze hát ilyen gyermeki lelkesedéssel 14 évesen, aki megváltja a világot, azt gondoltam, hogy én ezt szeretném látni. Kedden ért véget a zarándoklat, a vándort több osztály is elkísérte az út utolsó kilométerein, a Melokkó szoborhoz érve a kazincisok a Bájoló című vers megzenésített változatával tisztelektek a 75 évvel ezelőtt tragikusan elhunyt költő emléke előtt. Szóval a villás már feleséged fenn a magasban, fenn a magasban, dörgedelem van, dörgedelem van, Tóth Péter Lóránt minden egyes állomáson szavalt Radnótitól, közel az abdai vesztőhelyhez a Melokkó szobornál, a Nem tudhatom című verssel emlékezett a költőre. Nem tudhatom, másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, unoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világ. A Versvándor híradónknak elmondta, hogy bár fizikailag, lelkileg és szellemileg sem volt egyszerű teljesíteni a távot, de a közös megemlékezések végig erőt adtak neki. Legalább 15-16 napon keresztül voltak megemlékezések. És nagyon fontosnak tartottam ezen az úton, hogy a helyi közösségeket megmozgatni Radnóti Miklós nevében, és ez sikerült, mert diákok is értek a délvidéki Szent Tamáson, Újvidéken, itt most jöttek a Győrből a kazincisok, a radnótisok itt vannak, a bencések, szóval, hogy tegnap fönn voltam a Pannonhalmi apátságban, ott is tartottam a bencéseknek előadást. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan csatlakoztak, magukénák érezték ezt az utat. A halottak útját sikerült élettel megtölteni, folytatta Tóth Péter Lóránt, aki legalább 700 kilométert gyalog tett meg, de Radnótihoz hasonlóan egy szakaszon vonattal is utazott. Én Radnóti nyomán jártam, Radnóti útvonalán, de az én utamat jártam. Az én feladatom tényleg csak annyi volt, hogy ahol magyarokkal találkoztam, ott megkérjem a helyi közösségeket, hogy Radnótiról megemlékezzünk. Az utam túlnyomó része úgy telt, hogy amikor magányosan baktattam, akkor vagy imádkoztam, mi atyánkot énekeltem, vagy a boldogasszony anyánkat, vagy pedig újra és újra elmondtam, mint egy ilyen zsolozsmaként a borinotesznek a verseit. Én ennyit tudtam hozzátenni ehhez az úthoz. Bortól Abdáig összesen 820 kilométeren keresztül meneteltek a halálba az elhurcoltak, köztük Radnóti Miklós is. Tóth Péter Lóránt a zarándokúttal a költő születésének 110. évfordulóján tisztelgett az erőltetett menet áldozatai előtt.